Sziasztok! Sziasztok! Hát most kezdjük egy új fejezet. Új könyvet. Már olvastunk a Máté Evangéliumot. Galata könyvét. És a levelét és Tesszalonikát. Igen, az a negyedik. És igen, most a Máté Evangéliumot fogunk olvasni. Márk, és csak 16 fejezet van. Az a legrövidebb evangélium a négy között, és nagyon gyorsan megy, és nagyon izgalmas, és szerintem jó lesz nekünk és nektek is olvasni az egész könyvet. És akkor most fogunk állítani a videót, és adjunk nektek és nekünk időt olvasni az első fejezet, akkor Márk első fejezet, és imádkozár is. Na, akkor az első fejezet. Sok minden történik benne. Ugye? Igen. És akkor az más, mint Máté. Karacsonyi történt. Nem Nincs. Fontos. Keresztelő János. Nagyon gyors. Jézus megkísértése. Nagyon gyors. Kettő vers. És ott van a szó, és az egy fontos szó a Márknak. Azonnal. Azonnal, vagy mi a másik? Mindjárt. És lehet látni az egész evangéliumban, hogy bom, gyorsan megyünk. Haladunk. És az is mi beszéltünk arról, hogy van egy Bible Project weboldal, és az tényleg nagyon hasznos. És van kettő videó, ami szerintünk érdemes megnézni. És az egyik van magyar felirat. És akkor az nagyon jó. És ott is lehet látni, hogy Márk evangélium az, mit mondtunk, hogy három részből áll. És akkor az első 8 fejezet az, hogy ki a Jézus, igen, és ez Galileában zajlódik az első 8 fejezet. És akkor második az az átmeneti. Igen, és a 8-11. Fejezetet szól, és akkor az mit jelent? 8-10-ig, igen. És akkor az mit jelent követni Jézus, és az mit jelent, hogy Jézus a Mesiás? Igen. És akkor az utolsó az... Az pedig Jeruzsálemben történik az utolsó rész, az pedig a 11-től a 16. fejezetig tart. És lehet és látni... Az, de miről szól az utolsó rész? Hát arról szól, hogy hogyan lett Jézus a király. Igen. És nagyon izgalmas, mert minden lehet látni az első versben. És sőt, nem tudom, hogy hányszor van ott, hogy Galileában van. Nézd meg, hogy hányszor van az első fejezet. De az első vers... Az elmondja, hogy Márk miért írta le ezt az evangéliumot. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. És akkor azt jelenti, hogy Jézus a Krisztus, és Jézus az Isten fia. És pont a 8. fejezet nem fogunk most mutatni, de pont a középen a 8. fejezet valaki fog mondani, hogy te vagy a Krisztus. Ez az első alkalom. És pontosan a 15. fejezetben egy pogány ember fog mondani, hogy az Isten fia. Igen. És akkor az egész evangélium már akar mutatni nekünk, és neked, hogy kicsoda Jézus. Jézus az a Mesiás, a Krisztus, és az Isten fia. És az jó hír, az egy evangélium. Igen, és ugyanúgy, mint ahogy Mátéban is láttunk, ugye a második vers rögtön visszautal, hogy ki is ez a Jézus, ő nem csak így a semmiből jött elő, igen, hanem ezt már régóta megvárták már a zsidók, ugye, Ézsaiás próféta meg is jövendőlte, hogy jön valaki. Illetve, bocsánat, itt keresztelő Jánossal kapcsolatban. Igen, ugye? Igen. De ugyanakkor az Úr útját kell készíteni, tehát az Úr Jézus eljövetelére készül ő is. És gyorsan lehet csinálni, látni, hogy mit csinál, és milyen erő, hatalom van a Jézusnak, és lehet látni, hogy az, ami fontos neki, elment, 39. vers, elment Galileá szerte a zsinagogában, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöt. Lehet látni, hogy neki a legfontosabb dolog az, hogy hirdet az evangélium. És akkor nekünk is, ez is nagyon fontos. És akkor ez az első fejezet, és akkor holnap fogunk olvasni a második fejezet, és szerintem ez egy izgalmas evangélium lesz, nem? Igen, nagyon jó. És nagyon gyors. Mindjárt. Na, sziasztok! Holnap találkozunk.